egy sikeres megbeszélés után vagyunk most, és én úgy gondolom, hogy nem csak a kampány miatt, hanem ha hétköznapokban is keményen dolgozunk azon, hogy a városunk helyes tempóba tudjon fejlődni. Egy biztos, csak abból tudjuk főzni a levest, amink van. És én úgy gondolom, hogy azok a programok, amiket határon túlról tud a városunk megkapni, ezek fontos szerepet játszanak abban, hogy tudjuk tartani azt a tempót, amit a környező települések határon túlon tudnak tartani. Én úgy érzem, hogy a határmenti infrastruktúra felzárkózása az egyik legfontosabb olyan elem, ami mellett ki kell tudnunk állni, és azok az apróságok, amik a hétköznapok megoldódnak, nem tesznek választ azokra a kérdésekre, hogy miért nem tudtuk még megkapni a kerülőutat, és miért döcögő határátlépés. Ebben nagyon fontos szerepe van természetesen az ukrán kormánynak, az ukrán miniszteri kabinetnek, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az a kapocs, ami minket össze kell, hogy kössön, és meggyőződésem az, hogy ha nem is látja mindenki, vagy nem szeretné látni a fejlődést, én meg vagyok győződve, hogy jó irányba haladunk a képviselőtestülettel. Mi meg tudjuk értetni úgy magunkat, hogy sokkal több forrásból többet is tudnánk elvégezni. Ebben játszik nagyon fontos szerepet az a Modern Városok programja, amiben Beregszász is szerepet tud majd vállalni, és én úgy érzem, hogy az elkövetkező néhány éven belül egy áttörés lesz. Azokban a programokban, amikben tényleg nem tudtunk olyan hathatós döntéseket hozni és eredményeket felmutatni, ami valóban komoly beruházásokat követelt volna. Kiemelni mindenképpen a Vérke csatornánknak a kotrását, ami az egyik legerősebb visszafogó erő a turizmus fejlődésében. Vidékünkön úgy érzem, hogy jövőben az egyik legfontosabb bevételi forrásunk az a turizmusból kell, hogy eredjen, és nem egyeztethető össze az az ökológiai állapot, ami a Vérkében gyülemlett össze. Biztos vagyok benne, hogy a szemétlerakó rekultivációja, a Vérke tisztítása, ami elkezdődik és be fog tudni fejeződni szükkös határidőkön belül. Tehát nem évekről szeretnék beszélni, hanem hónapokról. Ezt a saját forrásból a városunk nem tudta volna megteremteni, és ezért kell a városunk vitorlájában még több szél. És ebben tartom nagyon fontosnak azt az összefogást, aminek az egyik kiemelkedő példája a Beregszászi Budapest Parknak is a felújítás, ami tulajdonképpen még egy gyöngyszeme tud a városunknak lenni, és hozzáteszem azt, hogy ezt nem a beregszászi adófizetők pénzéből tudjuk csinálni, hanem az anyország támogatásából is. Én úgy érzem, hogy ez egy új olyan szimbólum lesz, amivel még gazdagabbá tud a városunk válni. Én mindent megteszek ahhoz, hogy azokat a beruházókat, akik Kárpátaljára jönnek, Beregszászba jönnek, azokat meg tudjuk tartani. Sajnos a politikai helyzet és a gazdasági helyzet ezt nem teszi eléggé lehetővé. Én úgy érzem, hogy még súlyosabb érvekkel kell tudnunk őket itt tartani, és a legeslegfontosabb mérföldkő, amiben zavart érzünk már több éve, ez a munkaerő hiány. Itthon kell tartanunk a lakosainkat, vissza kell őket várnunk, és megfelelő feltételek mellett kell biztosítanunk számukra munkahelyeket.